Folytatódik a napi aktuális, és ahogy ígértem, a stúdióban megérkezett Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa. Szervusz, jó estét kívánok! Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese, szervusztok! Szervusztok, jó estét! Mindenképpen kezdjünk az óbudai letartóztatási hullámmal, vagy letartóztatási ügyekkel. Dobrev Klára egy bejegyzést tett a Facebookon, az orbáni hatalom szintet lépett, veled vagyunk, Laci, tényleg vele lennének? Hát akkor benn vannak a dutyiban ők is. Ha ezt szigorúan vesszük szó szerint, de nyilván nem akarok itt viccelni, ez egy komoly ügy. Azt szerintem természetes, bármilyen ügy valami a DK-t, vagy DK bármelyik politikusát érinti, független attól, hogy igaz vagy sem, bármilyen eljárás, reflexből jönnek ezek a vádak, a rendőrség a hatalom befolyása alatt van, ezek koncepciós eljárások, nem is foglalkoznak a részletekkel, azonnal beállnak az illető mögé. Azt gondolom, ez egy nagyon súlyos ügy, hiszen nem kevés ideje tart az eljárás, valószínűleg nagyon megalapozott, mondjuk úgy adatok birtokában jutott arra az ügyészség, hogy ilyen radikális lépést tegyen. Reggel hallgattam Zamecsnik Péter ügyvéd úrnak a nyilatkozatát. Igen. Most adban? Egonnál? Így van, így van. Aki ugye Kislászlót véd, és azt mondta, hogy egyébként az ügyészek, a Kislászló beszámolja szerint, hogy előzékenyen, udvariasan, de határozottan léptek föl vele szemben is. Nyilván ők vitatják, ártatlanak tartják a polgármestert, de hát a vádak azok nagyon erősek, vagyis a gyanú. Itt komoly vesztegetésről beszélhetünk, ilyen többrendbeli. Igen, bűnszövetkezetben és üzletszerűen hivatali vesztegetés elfogadása vezetőbeosztásban. A másik oldalon meg visszaélésszerű vállalati magatartás. Ugye ez a képlet, de hogy Dobrev Klára meg Gyurcsány Ferenc miért állnak ki Laci mellett, azt gondolom ez a részükről az ilyen kötelező lojalitás, de itt a műsor előtt beszélgettünk, és abban egyetértettünk, hogy azt a tényt, hogy itt valami történt, és a bűncselekmény történt, vagy történhetett, azt Gyurcsány Ferenc se kérdőjelezi meg. Egyébként abban vitatkoznék veled, hogy azt mondtad, hogy ilyen elnagyolják, hogy nem foglalkoznak a részletekkel, mert azt mondják, hogy melletted vagyunk, az ártatlanság vélelme, na meg a fideszes ügyészség, meg a fideszes nyomozóhatóság polpéterezés. Most Gyurcsány Ferenc azért a részletekbe is belement, mégpedig azért mondta, hogy ez nem is szakmai, hanem politikai természetű, mert ugye, ahogy Zamecsnik Péter is mondta nálunk, holnap dönt a budai bíróság arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék-e, mert most őrizetben van Kislászló, és Gyurcsány Ferenc itt vette sorra, hogy az előzetes letartóztatás szerinte miért nem indokolt, mert ugye megvannak itt a feltételek, hogy milyen feltételek mentén. Szökés, elrejtőzés veszélye. Szökés, a bizonyítékoknak az eltüntetése, összebeszélés és bűnismétlés. És Gyurcsány arra jutott, hogy ez azért politikai természetű ez az egész akció, mondta ő, mert igazából egyiknek a valószínűsége sem mondható el Kislászlóra, viszont ha előzetes letartóztatásba kerül, azt ugye tudjuk, hogy hónapokig tart, és akkor lehet, hogy Óbudán új polgármester, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy ha ő előzetesbe lesz, akkor új választást kell kiírni. Egy pillanatra ne szaladjunk még ennyire előre, de az, hogy a letartóztatásoknak az időpontja a júniusi választások utánra esett, az gyengíti Gyurcsány Ferencnek a sztoriát, mert ha ez tényleg politikai ügy lett volna, akkor a kampányban kellett volna. Így van. Én azért mindig egy kicsit fölhúzom a szemöldökömet, és most akkor óvatosan fogalmaztam, amikor egy politikus, pláne Gyurcsány Ferenc, ha nem is utasítja, de úgy erős javaslatokat tesz az igazságszolgáltatás. Ez neki szokás. Hogyan és miként kellene dönteni, ugye mondhatni, ebben neki rutinja van, tehát ilyen tekintetben business as usual, de azért az hogy van, hogy egy regnáló politikus, aki mégiscsak valamilyen formában, ha ellenzékben is, de a hatalomnak egy része, a törvényhozásnak egy képviselője, egy valaha erősebb pártnak a vezetője, fenyeget, utasítgat, vagy próbálkozik befolyásolni az igazságszolgáltatást, hogy kit kéne ilyen letartóztatásba helyezni, ki az ártatlan, ki nem az ártatlan. Tehát ez egy, most nagyon túlzó leszek, és ne ijedjetek meg, ez egy bolsevik hagyomány, hogy az igazságszolgáltatás helyett a törvényhozás akarja ellátni a Akkor másképp kérdezem. Ildikó, te mennyire érzed sikeresnek az átkeretezést Gyurcsány Ferenc részéről, hogy ő a hatóságoknak a korrupciójával, meg koncepciózusságával van elfoglalva? Azzal is, de ez egy keret.
És amit az előbb mondtam, hogy ugye ő sem vitatta, vagy nem mondta azt, hogy itt ne történhetett volna bűncselekmény, és ugye Hadházi Ákos már korábban is felvetette ezt több alkalommal, és hogy Szeglédi Gergő, ugye ő Hagyó Miklósnak a titkára volt. Ha jól, munkatársa, igen, akkor... Hát Kis László pedig Cúslág Jánossal működött együtt. Igen, de ebből még nem következne, hogy ilyen fiktív szerződések lettek volna, vagy nem teljesítették volna, vagy az ár és a teljesítés vonatkozásában ne lehetett volna azt mondani, hogy ott tényleg ez nem volt arányos. De ezt nem tudjuk, ugye ez a Mecsnik Péter, ő ismeri a részleteket, és ő azt mondta, hogy talán ezt lesz nehéz majd bizonyítani, mert amilyen szerződéseket ő ismer, ott volt teljesítés. Az, hogy túlárazták, nem árazták túl, ebben a kérdésben ő nem foglalt állást. Az meredek dolog lesz, amit mondok. Nem állítom azt, hogy Gyurcsány Ferencnek jól jött az, hogy itt van egy nagy botrány Óbudán, de mindenképpen eltereli a figyelmet arról, hogy gyakorlatilag a párton belül pedig egy forradalom készülődik, vagy bontakozik ki ő ellen, hát követelik, hogy mondjon le a pártvezetésről. Hát, hogy mondjam, mennyire megjelentek ilyen hangok, ami valóban a DK történetében újdonság, hiszen egy elég monolit. A lelősire gondolsz, igen. Úgy másokat így nem... Ő ki is került a pártból egész gyorsan. Nem nagyon hallottunk. Kétség, tehát azért neki van mit a saját köreinek megmagyarázni így a EP választás, meg a önkormányzati választási eredmény után. Tehát az, hogy belső elégedetlenség van a DK-ban, az szerintem egy érthető állapot. Az, hogy megkérdőjeleznék Gyurcsány Ferenc vezető szerepét a párton belül, azt azért én még így túlzásnak érzem. Az, hogy megjelentek legalábbis ilyen hangok, és ezeket mi is halljuk, nem csak a zárt ajtók mögött hangoznak el ezek a kritikus mondatok, az egy újdonság. Hát akkor jól jött Gyurcsánynak? Nem vagyok benne biztos, hogy most bármi jól jön Gyurcsány Ferencnek, de abban sem, hogy ne kapná össze magát itt a következő időszakban, és valóban az, hogy minket gyötör a NER, mert ugye ez a keretezés az erre akar utalni, hogy hát mi annyira fontosak vagyunk, hogy a politikusainkat a rendőrség által szedi le a gonosz NER, ugye most őket idézem. Hogy a választás az neki ilyen szempontból jó lehet, megy igen. A hatóság, mert hogy megválasztották másodszorra is polgármesternek Kis Lászlót, ez a Gyurcsány narratíva. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány maga a DK. Tehát nagyon nehéz lenne a DK-t eredményesíteni, vagy működtetni Gyurcsány Ferenc nélkül. Az meg, hogy jól jött-e neki, ez valóban nagyon meredek, ahogy mondtad. Én is azt gondolom, hogy jobban örült volna, ha ez nincs ez a sztori, de ez a korrupciós ügy, de így, főleg, hogy neki megy a NER-nek, meg a fideszes ügyészségnek, fideszes nyomozóhatóságoknak, ez nyilván az összetartó erőt, a kohéziót, azt erősíti a DK-ban. A másik oldal, a kormány oldal meg azt mondja, hogy tessék, tehát itt van bűnszövetkezetben üzletszerűen a gyanúsítás szerint a korrupció itt a bal oldalon. A Fidesz, az óbudai Fidesz azt kéri, hogy tartsanak új választásokat, és alakuljon meg egy önkormányzati elképzelhetőnek tartjátok? Ildikó azt, hogy ilyen körülmények között ez az új önkormányzat október 1-én elkezdjen dolgozni? Én azért nem tartom elképzelhetőnek, mert ugye a polgármesternek kellene mondjuk az alpolgármesterekre javaslatot tenni, hát és számos olyan formális, hivatali, a Szeglédi Gergő, akiről előbb 5 júniusban gyanúsították meg, ugye, amit mondtál te is, hogy a választás a június 9-ei választások után. Tehát, hogy ő is előzetesben van, tehát én azt gondolom, hogy formálisan a jogszabályoknak vagy a törvényi feltételeknek nem biztos, hogy eleget tudnának tenni. Én azt valószínűsítem, hogy előzetes letartóztatásban lesz Kis László, akkor valószínűleg tehát, fel kell oszlatni. És ha nem is akkor, én akkor is az reális politikai követelésnek tartom a helyi Fidesz részéről, és döntsön a nép. Tehát, hogyha ennek az információnak a birtokában máshogy döntene az óbudaiak közössége, akkor azt meg kell adni, ezt a lehetőséget. Elég nagy változás ahhoz képest, amit június 9-én őt tudhattak. Tehát ugye tehát baloldali többség van? Tehát csak feloszlatni a testületet, csak saját maga tudja. Én úgyhogy ezért mondom, ez egy követelésként reális, politikailag értelmezhető, nem tartom mégsem valószínűleg éppen emiatt. Magyar Péter mint áruhában, mint egy királyfi járja a magyar kórházakat, egy hőmérővel a kezében ellenőrzi. Miért áruhában? Elég sok fotót posztolt, pontosan úgy néz ki mindegyik. Minden Magyar Péter vagy Tiszapártos poszton ő van illusztrációként.
úgyhogy... Járja, de hát, ha ő megy a... Bocsánat, ne haragudj. Beszéljetek nyugodtan. Tehát, hogyha ő megy be az egyik EP képviselővel, aki egészségügyi végzettségű, tehát ha meg? Nincs más, aki oda bemegy, és ő mutatja fel a hőmérőt, akkor... Mindegy. Magát a politikai akciót én elképesztően egy demagógnak és félrevezetőnek tartom, mint a kórház tájékoztatásából megtudhattuk, ez nem pont úgy volt a történet, ahogy ő aztán előadta később. Melyiket? Hát, hogy a hőmérőt, hol mérte a hőmérsékletet, azt mondjuk, tehát van egy felvételünk róla, hogy mennyit mutat, ő bemondja, de hogy ez milyen helyszínen, milyen körülmények között volt a kórház szerint, az hát egy elmondta, hogy nőgyógyász legfelső vagy sebészet, legfelsőbb emeleten ellen. Valami, ahol adatűz a nap, nem a kórtermek, nem a gyógyító területen mérte be a hőmérsékletet. Egyébként tényleg extrém napokat élünk, nem csak a magyar kórházakban, hanem Európában mindenütt kihívások elé állítja az egészségügyet. Ezzel nem azt állítom, hogy minden rendben lenne a magyar egészségügyet, ne lehetne fejleszteni, és ne lenne heroikus az a munka, amit az ott dolgozók végeznek, de hogy egy ilyen figura mindenféle felhatalmazás nélkül, bár kétségtelen, hogy nem kell effektíve kérnie, az okfő de mint egy ilyen oknyomozó újságnak öltözve csinál, szerintem ez egy nagyon olcsó hazárdírozás. EP képviselőként bemehet, tehát hozzá, itt mondta, Takács Péter államtitkár neked tegnap előtt, hogy joga van engedték, hozzá, tehát... beengedték a műtőbe steril körülmények közé, nem mehet be, inkább az én szememet az ütötte meg, nem az, hogy volt öltözve, vagy mindenképpen ő volt, hogy a Péter Sándor utcai kórházban, ugye lakat és zár fogadta a sajtót, a mi stábunkat is, az ATV stábját is, holott ugye van egy korábbi ombudsmani állásfoglalás, hogy kiemelt közérdek, hogy a kórházban kiderült, folyó hogy a munkát. 10 méterrel odébb volt egy kapu, ahol ezt is tisztázta a kórház azóta, hogy azt egy körülbelül 10 percig volt zárva az ajtó, mert egy biztonsági szolgált embere félreértelmezte az utasítást, hogy hajtsák be az ajtót, ne pedig bezárják, le is vették róla a láncot, egyébként mellette meg másutt is voltak bejáratok, tehát nagyjából egy kis túlzás, hogy le volt zárva a kórház. Péter Fő Attila is kiadott egy állásfoglalást. Pillanatra térjünk vissza Magyar Péterre. Te mennyire érzed őszintének Magyar Péter segítő szándékát azzal, hogy jár és hőmérsékletet mér a kórházakban? Hát a segítő szándék az nem tudom, hogy jó megfogalmazása arra, hogy ő politikus, és politikus. Tehát nem segítő szándék. Én nem tudom, hogy segítő szándék-e, de a Betesdának minden esetre átutalt egy bizonyos összeget, amikor elmondták, hogy ott elromlott a légkondicionálás. Ez biztos, hogy át is ment az a pénz? Hát én ezt, ha elég sokszor kijelentette, én ezt nem vonnám kétségbe, ha nem haragszol. Ha nem utalt volna, akkor nem feltételezem, hogy ki merte volna jelenteni, hogy ő utalt. Okay. Az igaz, hogy a református egyház is, és mások is azonnal léptek, de a Szent Jánosban is, az pedig egy ténykérdés, hogy az ortopédiai osztályon, de minden esetre a Szent Jánosban egy hónapja nem működött a légkondicionálás. És ez akkor is igaz, hogyha Takács Péter itt is elmondta, a sajtótájékoztatón is elmondta, hogy 1,3 milliárdot biztosítottak, a nagyobb keret 10 milliárd, megjavítják, oda mennek, ettől jó. Még műtétek maradnak el. Oké, tehát az Ildikó azt mondja, hogy politikusként visel, Magyar Péter politikusként viselkedik. Mennyire etikus felhasználni a kórházakat politikai hát célokra? Illetve, amit én elkezdtem mondani az imént, az nekem ezzel van problémám, tehát ott emberek, nővérek, orvosok dolgoznak, még ha nem is voltak ott a felvételen, de nagyjából az ő munkájukat zavarta meg ezzel, nem pedig az ő munkájukat segítette, és lehet, hogy van közöttük olyan, aki nem akar részt venni egy ilyen akcióba, nem akar találkozni egy ilyen politikai performanszal, és mégis ebben a tekintetben ő... Magyar Péter eszköze, hogy Magyar Péter a saját politikai céljait elérje. És ez függetlenül attól, hogy egyébként maga az a kérdés, amiről beszélünk, az egészségügy helyzete, vagy az aktuális elmúlt napok kihívásai, azok mennyire releváns kérdések, mert ezt én sem vitatom. Én a módszereket tartom etikátlannak a Magyar Péter részéről. Ennyi csak. Tehát az ATV-ben tegnap az Egyenes Beszédben ott volt Magyar Péter, és Szőlősi Györgyi kolléganőm kérdezte, ott azt mondta, hogy lényegében elsírták magukat orvosok, amikor ő beszélgetett velük, tehát hogy ezek az ő elmondása szerint akartak vele beszélgetni, vagy hát beszélgettek. Nem akarok egy nagyon messzi példát hozni, de azt is mondta, hogy nem lesz EP képviselő, aztán lett. Tehát mi van, ha nem sírták el magukat? Tehát ez, azt gondolom, hogy ez annyira ilyen propagandisztikus, demagóg eszközrendszer, és nem látom benne az egyébként azt a kreatív jó szándékot, amit
amit mellé kéne tenni ahhoz, hogy ez egy tényleg egy jó szolgálati akció legyen. Más ellenzéki politikusok is elmondták ezt nagyon sokszor, ő meg bement egy hőmérővel. Csuha Ildikónak, a Csodániának köszönöm szépen, hogy itt voltatok.